Ezt az autót Tiszavasvári önkormányzata önerőből mintegy 8 millió forintból vásárolta, hogy a településen befogott kóborkutyákat az új, saját gyepmesteri telepére szállítsa. Ahogy az ország számos területén, úgy Tiszavasváriban is komoly gondot jelentett az elmúlt évtizedekben a kóborkutyák elszaporodása a közterületeken a felelőtlen állattartók miatt. Én felelős magatartást kérek minden állattartótól, az állatvédelmi törvényt ezért szigorítottuk is, hiszen közös ügyünk az állatvédelem, meg kell adni nekik, az állatoknak is azokat a jogokat, hogy megfelelő keretek között tartsuk, akár haszonállatról, akár hobbiállatról van szó. És Tiszavasvári életében tényleg egy nagy lépés, mert még nem volt itt gyepmesteri telep, és ezzel az önkormányzat megtette az első lépést, példát is mutat a járásban, hogy egy ilyen gyepmesteri telepet létrehoz, a kóborebeket befogadják, a kennelbe beállítják, megfelel minden hatósági feltételnek, hiszen ezért adták ki a működési engedélyét. A jogszabályok szerint az önkormányzat kötelessége, hogy gondoskodjon a kóborebek befogásáról, azonban egyre kevesebb olyan befogót találtak Tiszavasvári környékén, akivel szerződni tudtak volna. Akivel mégis, annak a költségei nagyon magasak, havonta 600 ezer forintba került a 10-11 kutya befogása és elszállítása. Egyedi kormányzati támogatással oldódik meg most ez a probléma, nem szeretnének viszont altatni. A kötelező tartása az ebeknek 45 nap, de a 45 napon túl is szeretnénk az ebeket addig tartani, amíg nem tudjuk gazdásítani. Tehát a cél az, hogy minél többen, és akkor ha már most itt vagyunk a riportban és beszélhetek, akkor felhívás keringőre minden civil szervezetnek, minden magánszemélynek, hogy jöjjenek, segítsenek, működjünk együtt, kössünk olyan megállapodásokat, amelyek mindkettőnknek előnyösek, és juttassuk ezeket az ebeket gazdákhoz, felelős állattartókhoz, és ne kerüljön sor arra, hogy el kell őket adni. Tehát egy gyepmesteri telep azzal a céllal jött létre, hogy az ebeket tovább jobb élethez juttassuk, és ne elaltassuk, ne pedig a közterületen legyenek, hanem gondos gazdáknál. A gyepmesteri telephez tartozó épület a jogszabályoknak megfelel, van külön fogadótér és irodahelyiség, fekete-fehér öltöző, orvosi eszközök, műtőasztal és sterilizáló. Ez az épület és a 13 kutyának elegendő 6 kennel közel 81 millió forintból épült meg Tiszavasvári külterületén.